A két egyesület közös programja mindenki számára nyitott volt, így mozgáskorlátozottak és épp emberek egyaránt részt vettek a szombati esélyi sportnapon. Volt labdajáték, sakk, valamint különleges bicikliket és más járműveket is kipróbálhattak a résztvevők. A Hérotasz Egyesület működteti a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei családbarát esélyteremtés és önkéntes házat, és ennek a programnak a keretében ma egy esélyi sportnapon vagyunk. Ennek a napnak a lényege az, hogy a fogyatékkal élő embertársaink és a mindennapi emberek közösen sportoljanak, és azokat a sportokat, azokat a dolgokat, amelyek a mozgássérült embertársaink sportolását megkönnyítik, a számukra kialakított játékokat megismerjék épp embertársaik is. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hiszen az elfogadás, a befogadás az akkor valósul meg, ha megtanuljuk azokat a játékokat élvezni, játszani, amelyek számukra örömet okoznak. Ehhez hasonló sportnapot már korábban is szerveztek vidéken és Nyíregyházán egyaránt, valamint a jövőben is terben van ilyen jellegű program, ugyanis egyre népszerűbbnek számít, tette hozzá Kis András.